Jó napot kívánok! A Forog a kamerában ezúttal egy szerkesztett dokumentumfilmet, vagy ahogy azt még nevezni szokták, egy kreatív dokumentumfilmet láthatnak. A téma pedig egy színházi berkekben egyedülálló, évtizedek óta tartó kezdeményezés, a Tanya Színház. A kulisszatitkokról, a Tanya Színház múltjáról és jelenéről készítettek filmet, és itt van velünk a két alkotó, ők a vendégeink. Barát Attila, a film forgatókönyvírója és rendezője, és Szalai Adrián, az operatőr, aki rendezőasszisztensi teendőket is ellátott. Sziasztok! Szia! Azzal kezdtem ugye, hogy ez a film egy kreatív dokumentumfilm. Dokumentáltátok is az eseményeket, de sajátos szemszögből mutattátok be. Mi ez a szemszög? Mi volt a koncepció? Először téged, Attila, kérdezlek. Hát mindenféleképpen szerettem volna frissen bemutatni a Tanya Színházat. Már azért is, mert ez egy friss közeg. Egyrészt évről évről változik a társulat, és az is fiatal. Többnyire, hát ilyen 99%-ban. Mert hogy mindig az akadémisták, az Újvidéki Művészeti Akadémia növendékei, színész növendékei alkotják a magját a társulatnak. Vannak olyan már profi színészek, akik időnként úgy gondolják, hogy hát ők még nem öregedtek ki, úgymond a Tanya Színházból, hogy akkor ők bebecsatlakoznak egy-egy nyárra, vagy pár évnek ezelőtt, már van annak egy 7 éve, a Vukoszávia Viván mondjuk a Hegedűs Háztetőben, ő akkor már bőven a pályáján volt. És hogy ezért akartuk, hogy nem, ne egy ilyen, nem jó szó az, hogy nem lassú dokumentumfilmet, és nem csak simán a dokumentálás, a rögzítés volt a cél, hanem hogy tényleg belelássunk a mechanizmusába, meg az energiájába igazából ennek a színháznak. Hát ez a film a hangulatát visszaadta az ottani légkörnek, vagy hogy hogyan is élnek azokban a hónapokban, hetekben, hónapokban a résztvevők. Törekedtetek-e arra, hogy kicsit szórakoztató is legyen ez a film? Természetesen, hogy törekedtünk arra, hogy szórakoztató legyen, mert attól, hogy dokumentumfilm is ez egy komoly műfajnak számít, attól szerettük volna szórakoztatni, hogy a néző jó érezze magát. Illetve nagyon jó a hangulat a Tanya Színházban. Attól, hogy a színészek nagyon sokat dolgoznak, és naponta több kilométert tesznek meg kerékpáron, traktoron ülve, attól még jól érzik magukat, és ezt élvezik, amit csinálnak, és ezt szerettük volna megmutatni. Most Barát Attila, ugye színész vagy, tehát gondolom, hogy te voltál tanyás is, és hát igen. Készültem, csak. Tehát színész vagy, és hát te otthon érzed itt magad. Adrián, te hogyan csöppettél ebbe bele? Befogadtak-e, vagy milyen volt a hangulat? Hát én Attilának köszönhetően csöppentem ebbe a közegbe. Hát, és Endrének. És Endrének, igen, Endrét ne felejtsük el, hogy régebben csináltunk egy ilyen sorozat. 2012-ben a Kopódó projektnek, projekt sorozat, ugye, ami a Kvartett, itteni Kvartett műsorral indult. 2012-ben készítettünk egy kulturális valóság show sorozatot a Tanya Színházról, amikor is úgy működött a stáb, hogy én mint színész kint voltam, Endre pedig hetente kijárt Adriánnal még utólag rögzíteni dolgokat, én pedig egy kis kamerával rohangáltam folyamatosan mindenhova, úgyhogy akkor is hát elég tüzetesen sikerült az egész próba folyamatot, meg az előadás létrejöttét, meg a turnét rögzíteni. Ez volt a Tanya 35. nyara. Igen, hát annak abban az évben készült, ugye, hogy az volt a 35. És akkor ez a film abból nőtt ki? Tehát onnan jött az ötlet, vagy honnan jött, hogy a Tanya Színházról kellene egy film? Hát azt nem tudom, hogy most igazából, tehát innen jött a tévéből, innen a Pannonból, mert hogy ide készült a dokumentumfilm. Gondolom, hogy meg voltak elégedve a kisebb összeszenetekkel, és akkor ezért lett. Hát valószínű. Uh-huh. Igazából valahol stílusában hasonló, ez most már nem Kopó Duó volt, hanem egy ilyen külön
de viszont voltak részletek például ebből a sorozatból bevágva, Avatarsról például, hogy a Ritz Armint, hogy öntötték nyakon mindenféle finomsággal a többiek. Sajátos hangvitelű ez a film, mert hogy hát van egy házigazdája, egy műsorvezető riporter, aki nem akárki, tehát nem ez a foglalkozása. Ki ő, és miért választottátok ezt a megoldást? Mészáros Árpád, ő színész, és hát azért akartuk, hogy ő legyen, hogy egy bennfentes ember igazából, aki már otthon van ebben a közegben, ő vezesse végig, mint hogyha a nézőket, mint hogyha ő lenne a házigazda, és a saját házában kicsit körbe vezetgeti a vendégeket. Ő is, hát szerintem négy évben biztos, hogy volt kint a Tanya Színházban, gondolom, de ezt majd ő kommentálja, hogyha nem így van. De minden esetre, hogy tisztában van az ottani helyzettel, és otthon érzi magát. És gondolom, hogy könnyebben megnyílnak az emberek, vagy befogadják, tehát egyszerűen ugyanazt adják, mint amilyenek valójában. Hát igen, nem egy idegen, akivel most egyrészt ismerkedni kell, vagy nincs idő ismerkedni, hanem rögtön az van, hogy akkor mondjál valamit. Nincs ilyen feszengés, hanem hát haver. Most ő keretet is ad az egésznek, történetet vezeti is a történetvonalát, de keretet ad, tehát vele kezdődik, mintha egy ilyen mesébe csöppennénk, és vele fejeződik. Ezt hogy találtátok ki? Miért kellett ez is? Miért tartjátok jónak? Ezt valahol egy ilyen körforgásként gondoltuk, mert hogy a Tanya Színház az ebben az esetben nem az, hogy évről évre újra van, de az is például, tehát a végén említi is, hogy akkor találkozunk jövőre ugyanitt, de hogy a turné alatt folyamatosan ismétlődnek a dolgok, tehát reggel föl kell a csapat, megisszák a kávét, fölülnek a traktorra, vagy a képen sportosabb az a kerékpárra, megindulnak a következő településre, lepakolni, kicsit pihennek, fölépítik a díszletet, aztán kosztüm, smink, nem tudom, lemegy az előadás, utána szétszedik, vacsora, buli, alvás. És ez ismétlődik napról napra, és ezt a körforgást igazából akartuk hát szemléltetni. Adrián, hogyan telt a forgatás? Tehát ugye operatőrként, elsősorban operatőrként voltál jelen. Mire kellett odafigyelni? Tehát elvegyülni köztük, vagy nem tudom? Hát az első dolog az volt, hogy ne maradjunk le semmiről. Amit a forgatókönyvben megírtuk, azt tudjuk követni. Most meg kell említenem, hogy nem egyedül voltam ott operatőr, hanem hároman voltunk ott. Tehát nagyon köszönjük a munkát Kovács Róbert Polaner TV operatőrének, és Ürményi Róbertnek, aki egy külsős személy volt, és ők nagyon jól dolgoztak. Ők is ott voltak mindenhol, én is ott voltam mindenhol, és nagyon jó hangulatba tált. És mennyit forgattatok így időbelileg, gondolom? Tehát hány napot forgattatok, és mennyi nyersanyag született ebből? És mennyi lett a készfilm? Percben nem tudom, hogy nagyon mennyi nyersanyag. Volt. Méretileg ilyen 100 gigabyte fölött, most ez kinek mit mond. Mondjuk ez egy nagyon jó dolog volt, hogy volt több operatőr, mert mondjuk a csalogatás idejére az Ürményi Robit Szélnek lehetett ereszteni, meg azt hiszem a Kovács Robi is, igen, akkor mind a ketten. Ugye a lovaskocsit lekövetni Temerénbe, hogy utcáról utcára kajabáltak, hogy itt a Tanya Színház, itt a Tanya Színház. Addig az ottani készületekről még a játszóhelyen lehetett ezt-azt fölvenni. Ez vannak érdekes megoldások, hogy a fűszálak közüli képek, meg fönt a szekéren, vagy nem tudom, tehát úgy látom, hogy mindenhol ott voltatok végül is. Hát igen, lényegében mindenhol ott voltunk, vagyis próbáltunk mindenhol ott lenni. Volt a forgatókönyv, ugye, amit azt nem hát említetted, hogy igazából folyamatosan átírtuk. Az egy dolog, hogy mi megírtunk egy szamárvezetőt előre, de egyrészt rájöttünk, hogy ez így nem működik, hogy a történet valahol írja saját magát. Jó, lényegében a gerince megmaradt, tehát azt akartuk, hogy egy ilyen körforgás részt, egy napot mutassunk be, az megmaradt. Csak hogy
voltak dolgok, amiket nem számoltunk, voltak, amiket számoltunk, hogy de jó lenne, akkor azt nem lehet megcsinálni, és akkor ez így folyamatosan íródott át a fejünkben, hogy akkor hogy... El is hangzik, hogy ők is improvizálnak sokat, de nektek is kellett, mert hát volt egy például egy adott helyzet, hogy csörgött a telefon, elromlott a traktor, és akkor mentetek traktort javítani. Tehát ezt lehetett előre tudni igazából, mert hogy ez benne volt a forgatókönyvben előre. Ezt mi találtuk. Miattatokról rontották el a traktort? Vagy? Igazából ez a jelenet azt hiszem 2 napig tartott. Igen, ezt fölvettük mert egyszer, első nap, amikor elromlott a traktor, és másnap is fel kellett vennünk, ugyanis aznap éjjel Gombos Dániel barátunk úgy döntött, hogy levágatja a haját. És nem tudtuk volna összeilleszteni a dolgot, ezért el kellett játszani még egyszer. Na de hát profi, tehát színészek körül lévő szó, ez nem volt probléma. Tehát elég hitelesnek tűnik a dolog, úgyhogy. Most nem csak a jelennel foglalkoztatok azért ebben a filmben, hanem egy kicsit a múltra is visszatekintettetek. Tehát hogy indult ez, tehát bizonyos meghatározó emberek megszólalnak a filmben. Kik ők és miket mondtak? 3 ilyen beszélgetés van a filmben, Magyar Attila öcsivel, ugye, aki a Tanya Színházat igazgatja, vezeti már évek óta, nem is tudom pontosan, hogy hány éve. De most ő az atya ott a Tanya Színházban. Akkor vele beszélgettünk arról, hogy amikor ő átvette, akkor színészként, hogy ő még szeretne visszatérni, és hogy egyáltalán milyen tervei vannak így a jövőre nézve, most nem akarok semmi tartalmat elmondani, majd megnézzük. Akkor Hernyák Györggyel és Kovács Frigyessel, ők ketten alapítói a Tanya Színháznak, úgyhogy őket mindenféleképpen meg akartuk szólítani, és ők inkább mivel hogy a Tanya Színház jelenében már annyira aktívan nincsenek benne, csak látják, hogy mi van, így igazából a Tanya Színház születéséről és esetleg a különbségről a mai és az akkori Tanya Színházról tudtak beszélni. Milyen élményeik voltak? Tehát nyitottak voltak a beszélgetésre? Szerették volna-e felidézni a múltat? Tehát hogyan viszonyultak hozzátok? Szerintem ez egy olyan dolog, amikor valakit a saját gyerekéről kérdeznek meg, hogy arról végtelenségig tudna beszélni és örömmel. Hát itt is ez történt, hogy hát nem is nagyon kellett kérdezni, tehát ők mondták. Aztán csak jól kellett összeilleszteni az anyagot. Most egy ilyen mondatban ajánlani kellene, hogy miért érdemes megnézni ezt a filmet, vagy hogy mi az, amit figyeljenek, mert most nem sokára levetítjük, akkor mit mondanál, Adrián? Hát, ez egy nehéz kérdés. Most megfogtál. Nem tudom, én nekem nagyon közel áll a szívemhez a Tanya Színház, és ez a film is. Nagyon lehet szeretni. Ez a miénk. Már gondolom, a vajdaságiak kincse, színházi kincse, amire nemhogy érdemes, hanem oda kell figyelnünk. Tehát erről tudnunk kell, hogy ez van. Mert hogy én nem tudom, de Európában lehet, hogy az egyetlen ilyen idős vándorszínház, de ha nem is, akkor is nincs belőle egy tucat, úgyhogy mindenféleképpen büszkéknek kell rá lennünk. De azt mondják, hogy ez egy a Kárpát-medencében és a magyarok lakta területen, ez egy egyedülálló dolog. Jó, igen. Úgyhogy érdemes volt elkészíteni a filmet. Nézzük is meg Baráth Attila és Szalai Adrián filmjét, a Vándor Színház Csodavilág című filmet. Azután visszajövünk. Hello! Mészáros Árpád vagyok. Színész. Engedjék meg, hogy bebizonyítsam önöknek Shakespeare híres szavainak igazát, miszerint színház az egész világ. De legalábbis az egész vajdaság. Tartsanak velem! Engedelmet kérünk most a mulattatásra, tallatánca játék hal az előadásra. Értő szemmel nézzétek el mi komédiát, lássátok az erdőt is, és ne csak egy-egy fát. Ha bárki magára ismer véletlen csupán, ne mondja el senkinek, se tűnődjék magán. És ha még egy dalt vagy táncot megjegyeztetek, a mi játékunk ismételten célra vezetek. Színház, színház, vándor, színház, színház, csodavilág, la la.
Temeri. A Tanya Színház idei turnéjának 18. állomása. A társulat még csak most fog megérkezni. Bár nem csacsi fogadtal, mint a régi szép időkben, hanem egy sárga traktorral. És egy piros Jugóval. Benne Gombos Dániel barátom. Szerbusz! Hogy vagy? Mi az Isten? Ugye vagy? Jó színed van. Hát persze. Ez a hajak se, nem, hajdút, ami megnyírt. Wow. És mindig így előtte jársz a többieknek? Hát vagy előtte, vagy mögötte. De az lenne az ideális, hogy előtte járjak mindig, de nem tudom összehozni. Te is tudod, emlékszel, hogy mennyi hülyeség van, meg hirtelen jött probléma elintézni való, ami... Van improvizáció, mindig egy hát, jó akad, adag. Akad. Jó, és akkor most ugye igen felelősségteljes poszton vagy, azaz alelnök vagy. Hogy lesz itt valakiből alelnök? Aláírja papírt. Igen? Igen. 8 évet csinálom, és akkor öcsivel jól tudunk együtt dolgozni, és akkor úgy döntött, hogy ez egy megfelelő formája lesz annak, hogy mi együtt működjünk a továbbiakban. Egyelőre még, hogy mindig is csak a felelősséget látom vele. De hát te egy egészen türelmes ember vagy, nem? Hát türelmem évről évre fogy. És visszajönnek ezzel a türelemmel? Nem. Szerencsére nem élnek vissza vele. Illetve a csapat nem, hát a be nem számolt tényezők azok igen. Várj. Milyen fontos vagy? Azám. Mondjad. Be nem számított tényező. Mint például ez. Szia. Na mi van, gond van? Hát leállt a traktor, ahogy az lenni szokott. Jössz? Akkor ez most egy improvizáció vagy? Ez egy nagy improvizáció lesz. Gyere. Történt, mondjuk. Hát ez még egész jó helyen, mert itt van közel a város, de... De mi van akkor, hogyha kint a nyári úton valahol elkap? Akkor, hát ne mondj ilyet, ne arab meg a nyelvet. Jó. Ilyen még nem történt, de ne is legyen. Megvan? Nem tudom, de próbáld. Nem megy. De most akkor tudjátok, hogy mi a baj? Persze, rossz a traktor. Igen? Venni kell egy másik. Az a baj, hogy sárga. Ez is megoldódott. Ismét úton a tanyakonvoj. Fel is kéreckedtem közéjük a pótkocsira, kicsit süttetni a hasam. Csak le ne égjek. Nincs is ennél jobb, igaz? Pics! Majdnem mondtam. Van egy zsakkendő? Tudnunk kell, hogy csak akkor válszat anya színház teljes körű tagjává, ha felavatnak. Valamivel. Erről jut eszembe! Téged mivel avattak? Még aránylag újoncnak számítasz itt! Elég erősen prolongálták az avatásomat az idősebbek. Tulajdonképpen már, amikor össze voltam pakolva, és a szüleim jöttek értem. Ugyan a filmekben mondani szokták, hogy minden olyan gyorsan történt, és 9 hím elindult felém, és kivittek a bozótól, és valamilyen definiálatlan állagú és
alkotó elemekből álló valamit öntöttek rám. Isten hozott a Tanya színházba. Hát a naftáról én nem tudtam, de az is volt. Az ebéd maradék, egy üveg olaj, egy üveg ecet, egy kis liszt, a romlott lekvár, a romlott majonéz, meg az ilyen grilles kenőke. Mit tudom én, hát ilyesmik. De miben is gyökerezik a Tanya színházas avatás hagyománya? Hát az első két évben úgy avattuk, hogy egyetlen bejött az ember a Tanya színházba, és végig tudta szenvedni azt a 20-30 napot. Utána jött ez, azt hiszem, talán a harmadik évtől kezdve, mert akkor volt egy saras előadásunk, a Nagyszájú Kata, Vlahosztúli Nagyszájú Katája, amit sárba játszottak a színészek, akkor én már nem játszottam, akkor én már csak rendeztem, és akkor azt hiszem, hogy onnan eredt az a szokás, hogy az új színész palántákat megfürdettük a sárba és bemártottuk. Utána ez persze fejlődött mindenféle módon, de hát gondolom, hogy a színésznek valamiféle avatóra van szüksége. Hát mondom, az első két évben úgy avattuk fel a színész, hogy egyetlen bírjad ki 20 napig. Ami nem volt egyszerű, hiszen ugye az őskorban, az elmúlt évezredben, az 78-ban, hát úgy naponta gyalogoltunk olyan 20-30 kilométereket az Ekhúszekér után, ami azt jelenti, hogy olyan 400-500 kilométert legyalogoltunk egy turné alatt, és az igen-igen fárasztó tud lenni, különösen azoknak, akik városi gyerekek voltak, gondolom én, és csak a harmadik, negyedik évtől vett a Tanya színház bicikliket, most meg már ugye motorizált járműveken közlekednek, traktoron és egyében. Hát ennyi. Mint tanárt kérdezlek, hogy milyen szerepet vállal a Tanya színház a színésznevelésben? A színésznevelésben óriási szerepe van. Lévén én beszédtanár vagyok, ezért most a magam szakmájáról két szót hadd mondjak. A beszédnevelésben három alapvető probléma van. A hangadás problematikája, a hangképzés problematikája és a beszédfolyamat problematikája. Na most, amikor oda jönnek nekem az elsősök, akkor ilyen cica hangon beszélnek is, vagy esetleg hát a hangadásuk nem tökéletes, ezzel próbálunk ott küszködni, hát ez hosszú folyamatnak az eredménye, hogy valaki hangjából orgánumot csináljunk, ez egy hosszú folyamat, de ezt a Tanya Színház hál' Istennek fölgyorsítja. És hangadás problematikát megoldó helyszín a Tanya Színház, gyönyörű dolog, ott üvöltözni, elsősorban szabadtéren kell beszélni, nincs ami visszaverje a hangot, és hát az embernek meg kell bizony edzenie az a másfél hónap alatt a beszélő szerveit, hogy olyan hangot adjon, ami elhallatszik messzire, és ezt egész nap gyakorolja. Nincs is tudatában annak, hogy ezt gyakorolja, bár én az első fél évben és az első évben az elsősöket arra nevelem, hogy erre nagyon sok hangsúlyt fektetünk a hangadás technikájára. És hogyha kikerülnek a Tanya Színházba, akkor egész napos üvöltözés után ne rekedjenek be, természetesen berekednek, így aztán a saját kárukon tanulnak. Gyönyörű! Megérkeztünk! Beköltözés, majd a jól megérdemelt sziesta. Ki alszik, ki zenét hallgat, ki pedig sűrűn-sűrűn telefonál. Mik a terveid, mint igazgató, főkoordinátor vagy elnök? Terveim? Nem terveim vannak, nekem álmaim vannak, amiket próbálok megvalósítani. Megmosolyogtak bennünket, hogy már pedig lesz a Tanya Színháznak fészke, ezt mondtam 10 pár évnek ezelőtt, már pedig van fészke. Ezt szeretném befejezni ott Kavillón, hogy ez a 7 objektumból álló komplexum elkészüljön, és egész éves program ként tudjon működni a szálláshely, a múzeum, a nézőtér, a stb. Stb. És mióta csinálod ezt? Hát lassan 30 éve.
78-ban kezdődött a színház, én meg 85-ben már kikarikáztam Kavillóra, és most már 18 éve én vezetem a Tanya Színházat, amióta Solt is Lajos ugye eltávozott tőlünk, aztán meg az élők sorából is sajnos, és hát én ilyen vagy fanatikus, vagy ilyen mamlasz vagyok, nem tudom, hogy itt ragadtam. Én nekem ez a fajta színház, ez fontos az életemben, sőt meghatározó elem az életemnek, mert én ezt a fajta színházat nagyon szeretem, hiszen közönségcentrikus. Tehát én a színházat úgy tudom elképzelni, hogy egy alkotói munka, egy született végeredmény, és akkor utána pedig az találkozik a közönséggel is. Tehát nekem ez így kerek. Miért éppen Kavilló? Tehát ugye ott van a semmi közepén, két község határán, miért éppen ráesett a választás, hogy ott legyen a központ? Hát ez több szempontból lehet megközelíteni a dolgot. Egyik az, hogy két fontos ember, Kovács Frigyes és Hernyák Gyuri, ugye ebbe a faluba gondolták bele, és hát Solt is Lajos szintén ott született ebben a faluban, tehát ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy sok évén keresztül ott készült, tehát ugye ez tagadhatatlan. És akkor mi egy picit vándoroltunk, amikor így magunkra maradtunk, Lajos nélkül, és hát rájöttem, hogy három napig vendég vagy valahol, de aztán rádunknak. És visszahúzottunk mi ebbe a pici faluba, ami egyébként azt mondják, hogy a világ vége, de nem, ez a világ kellős közepe. 10 község kellős közepén vagyunk, tehát Szabadkától 40, Újvidéktől 80 km, de nézhetjük sorba, tehát megnézhetjük. Tehát ide eljutni, mindenki el tud jutni, aki meg lokálpatrióta, az úgyse fog eljönni. Bárhol vagyunk. El tudnád képzelni azt, hogy mondjuk x év után, ugye, mondjuk nincs rajtad az a felelősség, hogy te vagy a fő koordinátor, és hogy újra ki gyere, és végignyomj egy turnét? Nagyon régi beszélgetést idéznék föl. Fejes Gyuri bácsi mondta nekem több mint 20 évnek ezelőtt, hogy a szakmával, főleg ezzel a szakmával addig szabad foglalkozni, amíg a lelkedben gyerek tudsz maradni. És azt gondolom, hogy én is addig fogok itt maradni, amíg a lelkemben gyerek fog maradni, és ha még a lelkemben gyerek leszek, akkor még el tudok jönni játszani is. Úgy legyen. Fiúk, 5 óra. Színpadállítás. Elúni a pályát, kizetni. Bocsánat, kis arra. Nem maradjak! Várjatok meg! Hagyomány a Tanya Színházban, hogy az előadás előtt néhány órával, körbejárva a települést, nótákkal toborozzuk a közönséget. Ez a csalogatás. La 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 la
Mindenki lázasan készül. Áll be a technika. Kelly, kosztüm készen? Még néhány beszédgyakorlat is belefér, amíg érkezik a közönség. Ma este élőben közvetítik az előadást a világhálón, úgyhogy valószínűleg több ezeren is nézhetik egyszerre. Tehát mindent bele! Előtte azonban még egy közös rákoncentrálás következik. A világ végén Lucifer fog uralkodni és kísérteni bennünket, míg az Isten fia másodjára le nem gyűr a földre, hogy ítéljen élőket, hódtakat, s beteljesült. És azt mondom nektek, ha mi ültet nem feszítsük meg, megfeszítik mások! És a jól megérdemelt taps. Itt a kalap, itt az ingem. Vele. Itt a szaknyám! Itt a kalap, gyere, megérdem az első és az egyetlen. Nagyon örülök, hogy most itt láthattam, mert mindig Kisvárdán szoktam látni a Tanya Színházat, és nagyon tetszett ez az előadás. Még egyet nem tudok szóhoz jutni. Én még ilyet nem láttam. Nagyon tetszett. Egy kicsit szokatlan volt, ami azt jelenti, hogy Tanya Színházat, és más koncepciója volt az eddigi daraboknál, de nagyon tetszett. Nagyon örültem, hogy volt kihangosítás, mert minden szót hallani lehetett, és így magával ragadott a hangulata, és mondhatom, hogy a végén megjött a katarzis is. Zsámbékról jöttünk ide, egészen. Megnézzük, direkt ezért jöttük, és nem bántuk meg. Azt hiszem, hogy ez az igazi színház. Még egy nap letudva. Most már nincs más hátra, mint egy gyors színpadbontás. 3-8! És a közös vacsora. Elnyomom a cigarettát, mert cigarettával nem imádkozunk. Ide jövök, fölé, mögé. Az a megtiszteltetésért, hogy öcsivel együtt mondhatom el az imát. Ha a kamera megy, akkor szólja. Megy. Látod, uram, hányan vagyunk, azt is tudod, mit akarunk. Amen! Borzasztó ügy! Jó éjfányom! Milyennek látod a születésekor, és milyennek ma a Tanya Színházat? Hatalmas változáson ment keresztül a Tanya Színház. Hát elsősorban ugye a színpadtechnika fejlődése az rendkívül jelentős a 30 hány év alatt. Ezen kívül pedig hát mondjuk 5 évenként változik a Tanya Színháznak a társulata, és hát nyilván ez is meghatározza. Mi annak idején napfényben játszottunk, és hát mesét meséltünk az embereknek, a Tanya Színház nézőinek. Ma már más műfajú előadások is megjelennek. Hozzáteszem, mi játszottunk vásári komédiáktól Shakespeare-ig nagyon sok minden, tehát nagyon sok minden belefér. A forma nyelve az előadásnak azt gondolom a nagyon fontos, mert azt hiszem, hogy a Tanya Színházban a legnehezebb repertoárt kreálni, mert a célközönség igen sokszínű. A célközönség az az értelmiségitől kezdve a paraszt emberen keresztül a csecsemőig mindenki. Iszonyatosan nehéz kitalálni azt, hogy milyen előadást játszunk, és iszonyatosan nehéz kitalálni azt, hogy hogyan adjuk azt elő, hogy mindenki hazavigyen magában valamit az előadásból. Nagyon megváltozott természetesen, ma már akár posztdramatikus
előadást is játszanak a Tanya Színházban, hozzáteszem, nem kellene. Ez a meggyőződésem. Lehet, hogy nekem nincs igazam. Soha senki nem vizsgálta a hatásmechanizmusát az előadásoknak, soha senki nem vizsgálta azt, hogy hogyan ér el a nézőig az előadás, és mit fog fel belőle. Melyik volt számodra a legszebb, legfeledhetetlenebb élmény? Talán az első föllépéseink között volt a kispesti előadás. Tudom, hogy koszosan, fáradtan, büdösen, Szamaras Kordé ment elől, egy hússzekeret húzta, és mi 6-8-9-10 színész az előbb említett állapotban bevágottunk trombitával és mindenféle zajtkeltő hangszerekkel. Azt hitték, hogy medvetáncoltatók vagyunk. Hát nem is tudott senket olyan színházról. De úgy jöttek elénk a kispesti nézők, a kispesti emberek, mint házigazdák. És egy kis menyecske, azóta már gondolom, hogy idősebb asszony lett belőle, kint állt a kapu előtt egy liter pálinkával és 8-9-10 pohárral. És mi nem értettük, hogy mi van, hogy most meg kávéval. És megkínált bennünket. És mi jó, megittük a pálinkát, meg a kávét is, és akkor értettem meg azt, amit az előbb mondtam, hogy a Tanya Színház más, mint a kőszínházak, mert más neki a közege, más neki a nézője. Másként fogadja a néző a Tanya Színházat. Most mondjam, hogy a Tanya Színházban nem lehet megbukni? Meg lehet bukni. Persze lehet. Sikerettek jó és rossz előadások, hogyha a szakmai értékelést nézem, de a néző vendégként fogadott mindig bennünk. És ez az óriási ebben az olyan színházban. És hála jó Istennek, hogy van még, aki folytatja ezt. Most már 30 pár éve vannak emberek, akik ezt csinálják. És remélem, hogy ez még fog élni, amíg itt magyar van ezen a tájon. Újabb reggel, újabb utazás. Újabb előadás vár a Tanya Színházasokra. És ők csak rendületlenül haladnak tovább, terjesztve vajdaság szerte a színházi csodavilágot. Hogy legalább egy kis mosolyt csaljanak az emberek arcára. Azt mondják, hogy él is létezik egy színházi gyöngyszemet a Kárpát-medencében. Ezzel a rágalommal bombáznak bennünket. Mert ők minden nap engedelmet kérnek csak a mulattatásra, dallal, tánccal, játékkal az előadásra. Értő szemmel nézzék meg e víg komédiát, lássák meg az erdőt is, és ne csak egy-egy fát. Találkozzunk jövőre Kavillóban. Ez a Forog a kamera. A Vándor Színház Csodavilág című filmet látták, folytatjuk a műsort. Az alkotókkal beszélgetünk Barát Attilával, aki a film rendezője, és az operatőrrel, Szalai Adriánnal. Mindketten lényegében a Pannon TV munkatársai vagytok, vagy voltatok, tehát van közöttök a Pannonhoz, és ugye láthattunk is részleteket a Kopó Duóból. Engem az érdekelne, hogy ti hogyan találtatok annak idején egymásra? Tehát itt a Pannonban, vagy előtte, tehát hogy hogyan alakult ki ez a kapcsolat, mert most már ez egy több szakaszos kapcsolat, tehát több munkában is részt vettetek együtt. Hát igazából ez úgy indult, hogy volt a Pannon RTV-nek egy műsora, a Quartet, ahol készültek a szerkesztők egy blokkal, aminek az volt a cím, hogy Kopó Duó. És akkor a szerkesztők szóltak nekem, hogy jön majd itt két fiatal srác, színészek, és majd velük kellene forgatni. És elmentünk az első forgatásunk, azt hiszem, hogy a
Hol is voltunk? Nem melyik volt a legelső. Nőnap, azt hiszem. Az volt a... Azt hiszem, hogy az. Ahol rögtön úgy indítottunk, hogy... A macsó macsó men. Nem az volt. Valakinek vittünk virágot. Ja, Heck Paulához. Heck Paulához vittünk virágot, és hát láttam, hogy könnyű lesz a munkánk, mert úgy kezdődött az egész, hogy elmentünk virágot venni, és felrohantunk több emeletet. De az volt az Kiszabadka legjobb pasia. Az volt. Igen. Lehetséges. Tehát és akkor... így indult az egész történet, aztán valahogy így kialakult, hogy jobba lettünk. Lényegében a humor, meg a közös gondolkodás hozott benneteket össze, jól értem én ezt? Hát nem tudom, Adriánnak mennyi humora van, zenyéről is lehet mesélni. Egyformán rossz a humorunk, ezt is lehetne jelenteni. Igen, ezt mondjuk. És nagyon sokan nem szeretnek velünk kommunikálni, amikor együtt vagyunk, tehát. Jó, de milyen volt együtt dolgozni? Tehát ez a tanyás élmény milyen volt a számotokra? Az volt a jó, hogy tehát a kopódó alatt, még ugye a spiceket és ezeket a kis bejátszásokat, ahogy készítettük, akkor valahogy így egymásra találtunk, hangolódtunk, úgyhogy a későbbi munkák azok már úgy folytak. Tehát, hogy amikor egymás szájából vesszük ki az ötletet, az ilyen teljesen kényelmes érzés, hogy egy olyan partnered van, aki lényegében folyamatosan ugyanazt gondolja, vagy hát ugyanazt gondoljátok mind a ketten. Ez a filmből is látszott, például most a záró jelenetet, ahogy láttuk, azt megterveztük nagyon jól, már nem emlékszem, hogy akartuk megcsinálni, viszont láttuk hogy a helyszínen, hogy ezt nem lehet megcsinálni, tehát hogy ez lehetetlen. És akkor 5 perc alatt találtuk ki ott kb. Gyorsan, hogy zárjuk le a filmet, hogy a záró jelenetünk meglegyen, és nekem így tetszik. Ugye a kreatív emberek, ha inspirálják egymást, akkor egy ilyesmi sül ki belőlem. Most a forgatás ideje alatt ugye a tanyásokkal voltatok együtt, volt-e valami különleges sztori, vagy valami nehézség, vagy vicces történés, nem tudom, tehát amire szívesen vagy nem szívesen emlékeztek? Nehézség talán az volt, hogy ez már nem ez a turné vége fele járt akkor már a társulat, és hát természetszerű, hogy fáradnak. És nem tudom, hogy mi volt az előző állomás, ahonnan jöttek Temerinbe, de lényeg az, hogy ott perzselődtek végig a pótkocsin, a traktor után, ahogy ugye utaztak, és ez a traktor lerobbanós részt, ahogy akartuk forgatni, akkor hát sokszor azért már a hátuk közepére kívánják a kamerásokat, úgy egyáltalán most bennünket valamivel jobban fogadtak, meg elnézőbbek voltak nekünk, mivel hogy ugye félig meddig belsősök vagyunk, de azért látszott rajtuk, hogy főleg annyi... reggel, amikor felvettitek őket reggel a hálózsákokban, meg a nem tudom, kávé előtt, azért hát nem mindenki örül. Az nem. Most igazából egyik lány se. Nem? Kezdett csikoltozni, jaj, ne vegyetek föl is mink nélkül, meg gyűrött arccal, meg nem tudom. De talán ez volt, hogy fáradtak voltak igazából is. Mi meg valamennyit azért csak belerendeztünk, meg megkértük, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy. És megcsinálták ők persze szívvel, lélekkel, csak fáradtak voltak meg. Most Attila, te ugye rendezted, de sok mást is csináltál. Mi mindent csináltál ez a filmhez? Például gondolok itt az animációra. Na hát például az animációt csináltam. De hogy jött az ötlet? Tehát nagyon jó ez a kis zenei betét alatt, ez ami itt beforog, meg tehát visszaadja a hangulatát a tanyaszínházosoknak, meg az egész útnak, amin ők végigjárnak. Tehát hogy jött az ötlet? Hát az nem tudom, általában a fürdőszobában jönnek a... Ilyesmihez is értesz? Tehát... Igyekszem így a vizuális dolgokat illeti, tehát fotó, plakát, nem tudom, egyebek, hogy mindenbe egy kicsit belenyúlni, meg folyamatosan képezem magam így autodidakta módon, ugye a tananyagok azok mind az éterben vannak, csak össze kell szedni. És hát így ezt a bizonyos After Effects nevű programot is sajátítom el folyamatosan. És hát ez is egy maga az animáció, egy végtelenséget akartam ezzel mutatni, tehát van egy földgömb, amit ugye nem látunk az egészet, csak a jéghegy csúcsát, hogy azon folyamatosan igazából a traktor egy helyben áll, hanem a föld pörög
Tanya Színházas csapat alatt, és akkor időnként elszállnak a madarak, meg esik rájuk az eső, de hogy ők töretlenül haladnak tovább, és úgy indul egyébként, hogy még a régi konfigurációval, tehát gyalog és kerékpáron indul a csapat, és aztán szépen a csacsi fogattal, és utána váltunk át traktorra. És a zene, meg a főcím, tehát egyáltalán miért ez a címe, ami a címe a filmnek, és a zenét azt hogy hoztátok össze? Földi László írta a szöveget, ő is ilyen ős Tanya Színházas. Ez egy csalogató nóta, amit minden településen, amikor mennek a Tanya Színházasok toborozni a nézőket, akkor ezt éneklik, többek között ezt is. És hát ebben van, hangzik el, hogy Színház, Színház, Vándor Színház, Csodavilág, ami tökéletes címnek ígérkezett, és ennek a dallamát is használtuk fel, és egyébként Kucsera Géza és Pálfi Ervin, ők követték el a zenei alátétet az egész filmben. Mennyit dolgoztatok ti ezen a filmen? Tehát hogy képzeljük ezt el? Úgy látom én, hogy többet, mint mondjuk a Pannó TV-ben készül egy filmecske, az azért talán nem igényel ennyi munkát, mint amit ebbe beleöltetek. Mennyi munkátok van ebben? Hát a leforgatott időszak az azt hiszem, hogy 2 teljes nap körülbelül forgatás volt, és utána a vágási munkálatok vették el a legtöbb időt, illetve az animáció készítés. Megszületett ugye a forgatókönyv, igen. Az mondjuk elég gyorsan. Elég gyorsan. Tehát, mondjuk az egy dolog, hogy mi elkezdtünk beszélgetni róla, de aztán én nem tudom, hát lehet, hogy egy másfél nap alatt véglegesítettem így a forgatókönyvet. Aztán a forgatás az 2 nap, akkor volt egy majdnem egy év szünet, mert hogy fölvettük igazából a magát azt a napot, viszont a másik sávot, a két alapítóval a beszélgetést, azt egy évre rá körülbelül májusban vettük föl, és utána, A vágás. Hát még újra kellett írni ugye a forgatókönyvet, mert egy ilyen kreatív dokumentumfilmnél ez úgy alakul általában, hogy az embernek van egy elképzelése, meg elkészíti a forgatókönyvet, vagy elmegy forgatni, leforgatja az anyagot, ott kiderül, hogy teljesen más minden, és akkor a nyers anyagból ír egy új forgatókönyvet. És így alakul ki aztán a film. Na most ugye ennek a filmnek van egyfajta ritmusa is, tehát nem az olyan lassú folyású, és nem tudom én, elgondolkodtató, tehát hogy pörgés van, mert ott is pörgés van, tehát ugye ezt jól látom én, hogy ezt vissza akartátok valamilyen módon adni, ezt a hangulatát és a ritmusát a dolognak? Igen. Hát nem tudom most, szerintem ezt így érdemes. Tehát a Tanya Színház az annyira csorog mindenkinek a fülén az energia, meg az erről szól, hogy még színházat és ráadásul diákok, és ez nekik tapasztalat, óriási tapasztalat folyamatosan minden nyáron ilyen továbbképzés az akadémián, hogy ez annyi zsizsi van ott, hogy ezt így lehet. Most nem tudom, biztos, hogy lehet ilyen hosszabb snittekre hagyva és ilyen lassan, de nem, szerintem ennek nem az a nyelve. Most ez a film valamilyen támogatásban is részesült. Erről, ha mondanátok néhány szót, ki az, aki támogatta, hogyan jöhetett létre ez a film? Én mondjam? Te mondd. Hát a Magyar Média Mecenatúra támogatta a filmet. Hát nem tudom, így igazából. Most konkrétan az alkotási tevékenysége foglalkoztatok igazából. Igen, hát az ilyen beszerzés és ilyen körítés szervezésekkel, meg anyagi részével igazából nem foglalkoztunk. Ez azt jelenti, hogy a magyar médiában, tehát valamelyik csatornán levetítették már? Látták a nézők? A Duna TV-n és a Duna World-ön már egyszer biztos, hogy levetítették. Meg most a Panna TV-ben láthatják, vagy láthatták. Dolgoztatok-e még valamin ezen kívül közösen? Tehát, hogyha most így összekovácsolódtatok meg, hát van egyfajta összhang köztetek, akkor gondolom, hogy ezt folytatni kellene. Tehát a jól bevált dolgokat nem kellene félretenni. Van-e valamilyen ötlet, vagy már dolgoztatok-e valamin? Hát ötlet az most számtalan. Az van, de most főleg neked vannak ötleteid. Én igazából el vagyok a színházban, és vannak ilyen-olyan kis
videós, akármi munkáim. Hát a színházban csinálom főleg egyébként az ilyen reklámfilmeket, vagy valami, vagy a karcokat például. De hát igazából alapjában véve nekünk a Kopó Duó volt. Tehát a kvartett betétek, akkor voltak választási reklámok, amiket csináltunk. Igen, most a legnagyobb projektünk a Tanya Színházban. Igen, ez eddig a csúcs. A csúcs. Igen. Neked azt mondod, hogy van a fejedben sok ötlet. Például egyet mondjál, hogy mit lehetne csinálni. Például egy vizsgafilmre készülök, amiről még nem sokat lehet tudni, mert nem is szabad róla sokat beszélni. Egy buszsofőr életét fogja feldolgozni a film, és most próbálok így szervezkedni. A forgatókönyvet már 5-5-ször megírtam, és most próbálom az alanyjal lebeszélni a dolgokat, hogy ez minden működjön úgy, ahogy kell is. Tehát a forgatókönyv azért mindig van, pontosan le van, sőt átírva 5-ször, de attól el lehet majd térni, amikor oda kerülsz. El is fogunk térni tőle. Azért van, hogy eltértünk. Legyen mitől eltérni. És ez mikorra várható ez a film? Hát amint szabad időm lesz, akkor elkezdem a forgatásokat is, illetve az alanyjal, amit le tudom szervezni a dolgokat. Tehát egy 10 év múlva számítunk. Reméljük azért nem 10 év. Nem, hát inspiráltok egymást, akkor jön az ötlet, és akkor egyik nő kinő a másikból, úgyhogy én remélem, hogy lesz még közös munkátok, és hát ilyen hasonló filmeket készítetek, mint a Tanya Színházas film. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Barát Attila rendező és Szallai Adrián operatőr volt a vendégünk, a filmet, amit bemutattunk ma, a Vándor Színház Csodavilág. Önöknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.